Sziasztok, a Hello Xiaomi YouTube csatornáját nézitek, én Tomi vagyok, és bizonyára sokszor vágytatok már arra, hogy hallgathassd a kedvenc zenédet YouTube-ról lezárt képernyőn a drága YouTube Premium előfizetés nélkül. Manapság egyre többen hallgatunk zenét online, egyrészt mindig hallgathatsz valami újat, másrészt nem foglalja a helyet a telefonodon, ráadásul ha nem szoktad a zenéket megvásárolni, akkor a minőség is jóval jobb online hallgatva a legtöbb esetben. Ha online akarsz zenét hallgatni, ingyen, honnan máshonnan, mint a YouTube-ról teszed meg, de ha nem fizetsz elő annak prémium verziójára, akkor az alkalmazásból nem léphetsz ki, és nem zárolhatod a telefont, ami igen kellemetlen, mert a kezedbe kell tartani. Erre van egy nagyon trükkös MIUI-s funkció, amit rendesen eldugtak. Segítségével YouTube-ról hallgathat zenét, de akár a videóimat is hallgathatod, mint mesedél után, bármely alkalmazás fölött. Szóval, ha te a koronavírusról szeretnél a legfrissebb híreket olvasgatni, vagy a Facebookot akarod bújni, esetleg 10 évre elegendő WC papírkészletet felhalmozni online zenehallgatás közben, akkor erre van lehetőséged. Zsebre is vághatod a telefonodat, mert nem fog megállni a képernyő kikapcsoltával. Hol máshol, mint a gyári zene alkalmazásba találod meg ezt a lehetőséget, lépj be ebbe az alkalmazásba, és itt van egy árva, vagy csíkon az alsó sávban, erre nyom rá, de kérni fogja, hogy jelentkezz be a Google fiókodba. Majd láthatod is, hogy feldob egy csomó zenét, de van egy kereső, mutatja egyébként, hogy hány megtekintés van egy adott videón, és tényleg rohadt jó egy zenehallgatáshoz optimális kialakítású, elrendezésű alkalmazás részlegez. Rákeresel akármire, amit szeretnél, kiválasztod, és düböröghet a zene. Egyébként a videóját is nézheted igény esetén, nagyon jól át van dolgozva a YouTube oldala és beépítve, ez már nálam megérdemel egy pacsit. Oké, elindítottuk a zenét, és most mi lesz, ha kilépek? Wow, a muzsika megy tovább. Ráadásul egy mini vezérlőt is kapunk, lehet rajta megállítani, léptetni vagy bezárni, rakhatjuk ide-oda a képernyőn és automatikusan el is tűnik. Lezárt képernyőn is megy tovább, ami szomorú, hogy vezérlőt arra nem kapunk, de hát ez van a lényeg, hogy tudod lezárt képernyővel hallgatni, és köszönjük Xiaomi. A minőség is ugyanolyan szintű, mint normálisan a YouTube-ról hallgatva. Köszönöm szépen, hogy megnézted a videót, ha segítettem, nyomj rá egy lájkot, kövesd a csatornát Facebookon, iratkozz fel, sziasztok!